Tudom mindig, hogy sajnos szégyen szemre én is egy elvakult ember voltam, én bántam, hogy ide születtem Magyarországra, mert mint zenész mennyivel eredményesebb lehettem volna külföldön. És bizony, mikor volt egy székely párom 2006-ban, és akkor mondta, hogy hát az itteni magyarokban miért nincs nemzeti érzelem, mondtam, akkor menj ki, tüntessél. Tehát körülbelül itt tartottam, aztán persze hirtelen jött az ébredés, én tudom, hogy az életem milyen lépcsőfokok voltak, ami ideig vezetett. Úgyhogy 5 éven keresztül én, megmondom őszintén, kevés ilyen emberrel találkoztam, mint Laci és a párja, hogy tényleg oda teszik magukat, és egy nagyon jó kis csapat jön össze, és mindenhol ott vannak, ahol segíteni kell az embereken, és védeni az érdekeinket. Én javasolnám őket példaképnek, hogy itt nagyon jó oda vannak, hogy Kőbányán mi folyik, semmi nem folyik, van egy jó csapat, ahol sütünk, meg van előadás, de azon túl, ahhoz képest, amit régen csináltunk, mi is kicsit visszavettünk a tempóval, nyilván ez betudható annak is, hogy az egyik alapkő, a Matya Gabi már nincs velünk, itt konkrétan, de hát reméljük, hogy ez egy buzdító dolog lesz arra, hogy valami más is elkezdődjön itt, és elinduljon egy mintaszert a városba és az országba, hogy valóban élő közösségek legyünk, mert egyelőre szerintem találóbb lenne a fordítottja nagy részt, hogy ha nem mondom, hogy az élő közösségek helyett milyen. Jó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor kérlek fogadjátok nagy szeretettel Póka Lászlót. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Hát hangom ez nem sok van. Lehet hallani hátul is? Hát jó, oké. Tehát köszönöm szépen ezt a bemutatást. Nem sok idő maradt, a hangom se túl sok, de amiről én beszélek, ez a téma, ez pontosan olyan, amiről nem beszélni kell, hanem csinálni. Ugye nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy miről fogok beszélni, az ellenállás lehetőségéről, szükségességéről és kötelességéről. Így jó? Nem? Sehogy nem jobb? Jó, oké. Feleségem nyilván kicsit határozottabban mondja meg a véleményét. Tényleg borzasztó lehet, én minden ezt annyira nem hallom. Gábor itt egy picit megpróbálta lehúzni a közösséget, hogy most élő vagy nem élő. Én azt mondom, hogy mindenképpen ellenálló. Tehát a közösség azzal, hogy itt vagytok, és nem éppen valamilyen sorozatot néztek otthon a tévében, ezzel már is ellenállást fejtetek ki. Ezt miért mondom? Mert hogy a hatalomnak nem az az érdeke, hogy ti itt üljetek. A hatalom azt szeretné, hogy otthon üljetek, és azt a baromságot, ami kijön abból a dobozból, azt órákon keresztül nézzétek, hallgassátok, és azt szerint éljétek az életeteket. Hát az egy másik történet, így van. Tehát én nem az itteniekre mondtam, hanem az, hogy egy minta kellett volna, hogy legyen, de ide járnak inkább máshonnan, mint hogy ott is elindítsanak valamit. Tehát én erről beszéltem, okay. Félreértető volt. Tehát ami a lényeg, hogy aki ma itt megjelenik, és rendszeresen megjelenik, hiszen mi, bár nem sokat járunk közétek, de mégis többször hallok erről a közösségről, az egy ellenállás. Ellenállás, ami abban nyilvánul meg, amit ma is itt hallottunk Miklós bácsitól, hogy tanulással kezdődik. Az ellenállás egyáltalán az, hogy arra rádöbbenjünk, hogy ellen kell állnunk, az csak azután történhet meg, ha van tudásunk. Na most a tévéből nem azt fogják nekünk mondani, hogy állj ellent, hogy tegyél valami más, mint amit ők szeretnének a hatalom. A tévéből azt fogod hallani, hogy tegyél mindent úgy, ahogy mi szeretnénk, nyugodtan üljél otthon, ne menjél sehova, egyed azt a kaját, a Tesco-s kaját, amit nem kell elkészítened, nem kell az alapanyagokat beszerezned a piacon, hanem azt tedd, ami nekünk profitot hoz. Csak ezt így nem mondják ki, mert milyen bután néznek ki ez a történet. Tehát azok, akik otthon ücsörögnek, azok gyakorlatilag ezen élnek. Ez megy be az ő fejükbe, ez az ő tudásuk. És azoknak, akik ebből egy kicsit megpróbálnak kiszakadni, Miklós bácsikat és más egyéb előadókat hallgatnak, tudást szereznek. Én például nagyon élveztem ezt az előadást, rengeteg új információ jutott el hozzám, és még inkább büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. A tévéből nem az jön ki, hogy legyél büszke, hogy magyar vagy. Hanem azt mondják, hogy az, amit ő itt elmondott, hogy magyar, az görög.
meg római, meg nyugati, meg amerikai, meg mindenféle egyéb dolog, és közben kiderül, hogy igenis büszkék lehetünk magunkra, hogy mi ezek vagyunk. Ugye mennyivel kényelmesebb otthon ülni, nézni egy dobozt, mint eljönni valahova, itt tanulni, figyelni, beszélgetni, majd esetleg ezt elvinni a másik közösségbe, a családodba, a munkahelyedre és bárhova. Az egy sokkal kényelmesebb dolog, mert ha a mai sorozatban megnéznéd, hogy most a Kuntakinte összejött-e az Izaurával vagy nem, akkor holnap tudnál beszélgetni erről a munkahelyeden. Igaz? Mert hogy a többiek valószínű erről beszélgetnek holnap. Mennyivel kényelmesebb lenne. De ti azt választottátok, hogy kényelmetlenül eljöttök, ide itt ültök, sokkal kényelmetlenebb székeken, mint otthon a kanapétok, és próbáltok információt gyűjteni. De erről nagyon nehéz lesz holnap beszélni a munkahelyeteken, igaz? Biztos próbáltátok már olyan embereket, akiket ez a doboz irányít, olyanoknak mesélni arról, hogy ezt nem is a görögök találták fel, hanem magyarok. Meg hogy kovácsoltak már régen a magyarok. Ugye? Arról nagyon nehéz beszélni, és arról is nehéz beszélni, hogy nem a Tesco-ba kell megvenni a készkaját, hanem lemenni a piacra és valami olyasmit venni, amiből te rakhatsz össze valami sokkal egészségesebbet. Nem biztos, hogy minden kollégád, minden barátod ezt meg fogja érteni. A legfontosabb, hogyha ellenállók akarunk lenni, vagy egyáltalán fel akarjuk ismerni az ellenállás lehetőségét és szükségességét, ahhoz először magunkat kell legyőzni. A magunk kényelmét, azt a kényelmet, amit belénk plántáltak, amit folyamatosan nyomnak belénk. Tehát gyakorlatilag ellent kell állnunk a saját ellenállásunknak. Ugyanis az első ellenállás a mindenkinek, és az a természetes ellenállás, hogy ne csináljak semmit. Mert nem csináljak semmit, az kényelmes. És ez az, amit le kell győznöd. Ki kell menned a hidegbe, fel kell ülnöd a buszra, utaznod kell érte. És ezt a fajta változást kell elérned saját magadnak. Tehát ez az első, amit meg kell tenned, és ha ez megvan, és a megszokásokon és a kényelmeken túl tudsz jutni, akkor gyakorlatilag az első lépést megtetted. A változás az mindenképpen macerával jár, tanulni kell. Olyan ismereteket kell elsajátítanod, amit eddig nem tudtál. Ez sokkal bonyolultabb, mintha nem kellene ilyeneket megtenned. Magadnak is változnod kell, és erőt kell feszítened. Adott esetben el kell viselned kritikákat. Mert amikor valaki más, mint a többiek, akik beveszik azt a sok baromságot, amit a hatalom szeretne neki átvenni, akkor te különleges leszel. Először még lehet, hogy nevetni is fognak rajtad, mint ahogy valószínű ezt is már megtapasztaltátok többen. Vagy hogyha mondjuk érted a Szent Koronatant, még a többiek nem, akkor te különleges vagy, és azt fogják mondani, hogy ez milyen bolond, mekkora hülyeségeket talál itt ki. Vagy nem egyszerűen, mert másképp eszik, mint én, másképp öltözik. Ez még tényleg csomagol szendvicset a gyereknek, finom magyar dolgokból, meg zöldségekből, meg ilyesmikből, ahelyett, hogy megvenni a péksüteményt, ami tartósítva van ezerszer. És ezen meglepődnek még körülöttünk az emberek, mi nekünk pedig fel kell vérteződnünk, hogy igenis, ha én megyek egy úton, változást szeretnék, ellenálló vagyok, akkor el kell viselnem az ezzel kapcsolatos kritikákat is. Mert hogy a hatalom a megszokásodra épült. A hatalom arra épít, hogy a többiek ki fognak nevetni, ha valami új dolgot csinálsz. A hatalom arra épít, hogy te is és a gyereked is ugyanolyan legyél, mint amit ő szeretne belőled faragni. Aki vásárol, aki nem szól semmiért, aki elfogadja azt, amit neki kiadnak parancsba. A hatalom ezt szeretné. A pénzköltéseiddel, az élelmiszerekkel, vagy például a hatalom azt is szeretné, hogy te ne szóljál bele a saját sorsodba. A hatalom azt szeretné, ha ezt rábíznád másokra. Hát mit összeküzdöttek az elmúlt egy évben a hatalom ideglenes vitorlói, hogy bízd rájuk a sorsodat? Nem? Ebben körülbelül egy éve zajlik a nemrég befejezett meg a választási évnek a kampánya,
és hogy mit összeparádéztak. Mindent megtettek azért, hogy te meg én is természetesen elhiggyem azt, hogy nekem az lesz a jó, ha az ő kezébe adom a sorsomat. Ezért még majdnem ki is nyalták a fenekünket. Aztán utána elfelejtenek, majd nézzétek meg a következő 3 évet, hogy gyakorlatilag a fogadóráján nem fogod tudni megtalálni azt, aki előtte odajött a házadba, odajött a téren hozzád, kezet csókolt, ajándékot adott, kis zászlócskát, kis hűtőmágnes, és csak rászavaznál, mert ő lesz az életed kovácsa. A hatalom azt szeretné, hogy mondd le a sorsod irányításáról. Add oda valakinek, aki egyébként az ő kezében van, mert ő fizeti, ő ad neki hatalmat, és ő adja meg azt a lehetőséget, hogy legközelebb megint kikunyarálja a bizalmadat. Ez egy természetes állapot egyébként, amit a hatalom kihasznál, hiszen ki ne szeretné, ha ne nekem kellene megtennem azt, hogy megvédjem magam. Hát ott van a rendőrség, meg a mindenféle hatóságok, védjenek meg ők. Ki ne szeretné azt, hogy nekem kelljen azzal foglalkozni, hogy mondjuk végre legyen hangom, hanem elmegyek egy orvoshoz, ez egy csapásra megoldja. Majd okoz másik 25 problémát nekem. Ki ne szeretné, hogy ne nekem kelljen a gyerekemet megtanítani arra, hogy hogyan lesz majd jó ember, hanem rábízom az iskolára és az oktatási rendszerre. De próbáld rábízni az iskolára és az oktatási rendszerre, és lehet, hogy amikor majd arra lesz szükséged, hogy eltartson a gyereked, akkor majd nem eltartani fog, hanem kidob az utcára, mert ezt tanítja nekik az oktatási rendszerük. De a hatalom ezt szeretné, hogy ezt tegyük. És ugye nekünk van egy természetes ellenállásunk a változással szemben. Kevesen szeretünk szembeúszni az árral. Szeretnénk együtt haladni más emberekkel, viszont ez egyenes út a rabszolgaságba. Ha mi ugyanazt csináljuk, amit a hatalom elvár tőlünk, ugyanazt csináljuk, mint az emberek nagy része, akkor belesétálunk a rabszolgaság csapdájába, és onnan már, ha bent vagyunk, nagyon nehéz kijönni. Akkor majd más fogja mondani azt, hogy mit csináljál, és hogy miről álmodjál. Azt is mások fogják majd megmondani neked, közvetítik abból a dobozból, meg az összes elvakult ismerőseiden keresztül. És akinek ez jó, mert hogy a sok embernek nagyon jó ez és kényelmes, az nem nagyon hallja meg a más szavakat. Az nem nagyon hallja meg azt, hogy van lehetőség ez ellen tenni. Aztán vannak, akik meghallják, nem hiszik el, hogy csinálni is tudnak valamit. Csak jó, hát hallottam már ilyet, na de én erre nem vagyok képes. Meg ha képes is vagyok, akkor körülbelül fél órát, és utána már megint nem. Aztán, ha valaki mondjuk ezt el is hiszi, akkor esetleg nehezen indul el. Na jó, majd a jövő héten eljövök ebbe a közösségbe. Aztán a jövő héten megint közben jön neki valami, aztán megint nem indul el. Olyanról már ne is beszéljek, hogy esetleg oda csapna az asztalra, mondjuk egy hivatalban. Á, nem, én nem vagyok ilyen, mondják ők. Aztán, ha valaki elindul, ilyenek sokan vannak, azért többen, mint ahányan itt vagyunk, azok nagyon nehezen hívnak másokat. Jó, én megyek, de azért nem mondom meg a többieknek, hogy én már elindultam egy úton, mert még majd kinevetnek. Hányszor nevetnek ki mindannyiunkat, vagy valamelyikünket, sőt mindannyiunkat. Tehát nehezen jut el oda, hogy másokat is hívjon. Ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy másokat is hívjunk, hogy az életünk bármilyen módon változzon, ott először is el kell határozni, hogy mi ebbe a mókuskerékben nem veszünk részt. Mi ebből ki akarunk szakadni. Mi nem fogadjuk el a hatalom törvényeit. Nem fogadjuk azt el, hogy este valahány órakor oda kell ülni a doboz elé, és a mocskot kell néznünk egész éjjelig. Majd utána egész éjjel arról fogunk álmodni, amit egész este az agyunkba nyomtak a dobozon keresztül, és reggel leszerint fogjuk élni az életünket. És alig várjuk, hogy megint este legyen, amikor leülhetünk a doboz elé. Tehát amikor ezt észreveszed, és amikor először teszel ez ellen, amikor kikapcsolod, és a gyerekeddel kezdesz el beszélgetni,
Amikor leülsz és a szomszéddal megdumálod, hogy mit hallottál itt valamelyik este. Amikor esetleg elintézel egy olyan ügyet, amihez előtte nem volt bátorságod. Amikor oda csaptál a hivatalba. Amikor kimész az első tüntetésre. Na akkor, onnantól kezdve a te életed már megváltozott. Akkor te már nem vagy a rabszolgája a rendszernek. Nyilván még mindig lesznek olyan dolgok, amit úgy csinálsz, mert nem tudod mindenből kivonni magad. De már tettél lépéseket, már van miről beszélgetned. Sokan azt hiszik, hogy mindent el kell fogadni. Nem kell elfogadni mindent. Nem kell elfogadni, amit a gyógyszeraipar rád akar dukmálni. Csak hogy hátul is megnézed egy csomó olyan vajákosságban, amitől sokkal jobban fogod magad érezni. Nekem is valószínű, holnap utára meg lesz a hangom is. Következő tüntetésre biztosan. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy mindig van egy másik lehetőség, ami a te lehetőséged. Ami a te családod lehetősége. Aki ezt nem tudja, az azért nem tudja, mert tudatlan. Mert nem járt ennek utána, be se akarja ezt fogadni. Viszont aki már picit is nyitott erre, az meg fogja találni azokat, akik hajlandók ebben neki segíteni. És nagyon fontos, hogy ezért erőt kell feszíteni, először legyőzni saját magadat. Az ellenállásnak van felelőssége is. Mert nem elég csak nekem tudnom, hanem másnak is szólni kell erről. Talán az egyik legnagyobb lépés. Mert amikor már mi tudjuk, hogy van lehetőségünk, és teszünk is ellene, hogy ne legyünk rabszolgák, akkor nekünk már egy kicsit olyan természetes. Ehhez ugyanúgy hozzá lehet szokni, mint bármi máshoz. Ugyanúgy hozzá lehet szokni ahhoz, hogy nem nézel tévét, mint hogy nézel tévét. Ugyanúgy hozzá lehet szokni ahhoz, hogy mondjuk minden reggel keversz magadnak egy gyógyteát, mint hogy beveszel 3 vitamint. Mindkettőhöz hozzá lehet szokni. Hozzá lehet ahhoz is szokni, hogy a piacra jársz vásárolni, és mondjuk, vagy a zöldségesbe, ahol lehetőleg magyar termékek vannak, vagy a Tesco-ba veszed meg mindezt. Mind a kettőhöz hozzá lehet szokni. A választás a tied, és a szokásaidat te tudod kialakítani. És ez a felelősség, hogy ezt másnak is elmondod, hívsz-e másikat, feszítesz-e erőt ennek érdekében, ez egy nagyon fontos dolog. Hiszen az ellenállás az nem csak lehetőség, hanem szükséges is. Nagyon-nagyon fontos és szükséges. Hiszen ha nem állsz ellen a hatalomnak, akkor arra fogsz rádöbbenni, hogy mások irányítják az életedet. A főnököd. Azok a multik, akik azt akarják, hogy ők gazdagodjanak, vagy más országok. Ha ezeket nem hallgatjátok meg, hogy micsoda értéke van a magyarságnak, akkor ez el fog veszni, és egy idő után már nem is fogjuk tudni, vagy a gyerekeink és az ő gyerekeik meg nem is fognak erről már hallani, hiszen nem lesz kitől hallani majd róla. De azok, akik ennek utána járnak, és ezeket az értékeket magukkal viszik, még akkor is, ha oly sokan ezt nem szeretnék, azok ezt tovább tudják adni, és mindig megmarad majd az, mint ahogy Miklós bátyánk is kutatja ezt a dolgot. És nagyon jó dolog, hogy ezt megteszi. Az ellenállás szükséges a gyerekeinkért is. Hiszen rajtunk múlik, hogy a gyerekeink majd mit fognak tovább vinni. Ugye sokszor mondjuk, hogy a gyerekekre fordított idő az a befektetés a jövőbe. Na de hát, sok embernek mennyivel kényelmesebb letenni a gyereket a tévé elé, mint lemenni vele a parkba, elmenni vele, ha kell, egy játszóházba, leülni vele, olvasni, beszélgetni, énekelni, dalokat tanulni, megkérdezni, hogy mi volt a suliba, az óvodába, eljátszani ugyanazokat a játékokat. Amikor ugye a gyereked is belekerül a mókuskerékbe, az iskolába és az óvodába. És azt mondja, hogy neki nincs ideje veled játszani. Meg fogod majd tapasztalni, vagy már megtapasztaltad.
akkor csak számolt ki, hogyha minden nap csak 2 órát tévézik a gyerek, az egy héten 14 óra. Szombat és a vasárnapot is egész végig veled tölthetné. De nem rólatok beszélek, de az átlag ember néz naponta legalább 2 órát tévét, nem? És azt mondja, hogy nincs ideje a gyerekére hétvégén. Hát abban a 2 órában megcsinálna a házi munkát, akkor a szombat és a vasárnap egész nap a gyerekére maradhatna. Mert nem kellene házi munkát csinálni, csak gondolkodás kérdése. Ez is egyfajta ellenállás. A szokásnak ellenállunk, a saját gyerekünknek ellenállunk, saját magunknak ellenállunk. Annak, ami kényelmes. Annak, amit mások diktálnak, mások elvárnak tőlünk. És ha megnézzük, hogy miért szükséges még ellenállni, hát mi lenne velünk, ha annak idején az őseink nem álltak volna ellen a kényelemnek, a megszokásnak, az elvárásnak. Mi történt volna, hogyha Árpád, még Kárpátokon kívül kiáll a törzs közepére, és azt mondja, tudjátok, mi tele van a tököm, mert nem lovaglok én több tovább. Jó nekem itt. Hát ki jött volna ide vissza? Miért nem mondhatta volna? Kényelmesebb lett volna, nem? Jurtájába, vagy megtudtuk lehet, hogy a kőházába, szépen elhenyért volna. És nem ül fel a lóra több ezer kilométert lovagolni. És itt nem veti újból meg a lábát. Vagy mi lett volna, ha Petőfi azt mondja, hogy sokkal kényelmesebb nekem a kávéház volt a sarokba, rendelek még egy kávét. De hogy megyek ki a hidegbe felolvasni a nemzeti dalt. Sőt, leülünk sörözni a haverokkal, az kényelmesebb. Nem, ő kiment és elszavalta, ha igaz a legenda. Vagy például Kandó Kálmán. Azt mondja, hogy jó nekem úgy, hogy sokat fogyasztanak ezek a villanymotorok, nem küzdök én másokkal, nem szerelek kerekeket arra a villanymotorra, és nem váltom meg a gőzgépes vasút, tehát egy teljesen más dologgal, mert sokan ellenezték. Pont ugyanannyi lett volna a fizetése neki a gaznál, meg az olasz cégnél is, meg bárhol, mint hogyha küzd és megküzd mindenkivel. És valami milyen jó tudunk lenni a villanymozdonyokkal. És még sorolhatnánk rengeteg ilyen csupa magyar és magyar olyan ember, aki kilépett abból, ami kényelmes volt. Kilépett abból, amit elvártak tőle. És valami más csinált és előre vitte mindannyiunk életét. A miénket is és másokét is. És én azt gondolom, hogy nem csak szükséges az ellenállás, hanem kötelesség is. Magunkkal szemben, a gyerekeinkkel szemben, Magyarországgal szemben, a társainkkal szemben, és azokkal szemben is kötelességünk, akik még nem tudják, hogy nekik ez egyáltalán lehetőség, vagy szükséges. Mert az ő igazukért is kell küzdenünk, hiszen van igazuk, van lehetőségük, csak ők még nem tudják. Hát honnan a fenéből tudnák, ha nem mondod el nekik? Ezt nagyon sokféleképpen lehet elmondani. El lehet úgy mondani, hogy beszélgetsz vele. El lehet úgy mondani, hogy kiállsz egy térre és kiabálsz. El lehet úgy mondani, hogy szórólapokat osztogatsz. Hogy a Facebookon osztod ezeket a dolgokat. El lehet úgy mondani, hogy a hatalommal is szembeszállsz. Nagyon sok szintje van az ellenállásnak. De hogy állandóan csinálni kell, az egészen biztos. És hogy kinek kell csinálni? Annak, aki tudja, hogy ez lehet csinálni. De hát nektek. Már hogy ti tudjátok, most már, hogy innen itt voltatok, már nem tagadhatjátok le, hogy az ellenállás az jogotok és kötelességetek. Hát innentől kezdve ezt minél több helyen kell terjeszteni, és minél több ember rájön arra, hogy nem kell beállnom a sorba, nem kell katonának lennem, nem kell táplálnom azokat, akik el akarnak nyomni, akik el akarják venni a földünket, az országunkat, akkor gyakorlatilag nem lesz kimuralkodniuk. Mert ehhez kellene azok az alanyok, akik hagyják ezt. És egy picit még arról, hogy mi hogyan állunk ellen.
Nem biztos, hogy elsőre ez a követendő. Bár én úgy örülnék neki, ha igen. Az elsőre az pont jó, amit csináltok. Csak mindig tovább kell egy kicsit lépni. Mert ha mindig ugyanazt csinálod, akkor megint csak megszokásról beszélünk. Ugyanarról, amiből már kiléptél egyszer, hogy nem otthon ücsöröksz. Nem adom a házamat mozgalom. Ellenállásra jött létre. Azt mondtuk a családunkkal, a feleségem itt ül velem szemben, és most szerintem elviseli a hangot, mert így is. Tehát azt mondtuk, hogy mi nem adjuk oda a csalóbanknak a házunkat. Ugyanis a csalóbank el akarta venni a házunkat. Először átvert, majd azt mondta, hogy hoho, jól átvertelek, nem tudsz fizetni, add ide a házadat. Mondtuk neki egy frászt. Né, bizony nem. Kiírtuk a házunkra, hogy mi nem adjuk. Ott van még most is. Lassan 2 éve rajta van. Hogy ezt a házat a csalóbank el akarja venni, de mi nem adjuk. És újból és újból 2 éve ezt mondjuk el mindenütt. És lám, milyen érdekes. Voltak emberek, akiknek ez szimpatikus volt. Országszerve több helyen ki van írva a házakra, hogy ő bizony nem adja a házát, akárki is jönne érte. Országszerte több helyen mondják el emberek, hogy csaltak a bankok. És van egy csoport, a Nem adom a házamat mozgalom, akikkel mi minden héten leülünk és erről beszélgetünk. Ugyanúgy, mint itt nálatok. Mi úgy csináljuk, hogy egyik héten kedden, a másik héten csütörtökön. És azért van ez így, hogy akik ide járnak, azok legalább minden második héten hozzánk is el tudjanak jönni, mert eleinte vagy sokáig úgy volt, hogy mi is csütörtökön tartottuk. De most már pont ezért változtattuk meg, és ezért van ilyen jó kapcsolat ezzel a közösséggel, hogy még ha nem is vagyunk sokat itt nálatok, de mégis mindent tudunk, hogy itt mi zajlik. És fordítva is igaz. És fordítva is igaz, igen, ennek külön örülök. Nem beszélve arról, hogy közületek jó sokan eljárnak az utcai megmozdulásainkra is. Másokat is nagyon szívesen látunk, akik eddig még nem jöttek el, jó buli, higgyétek el. Kiállunk a házainkon kívül igazságért és szabadságért. Mert nagyon fontos az, hogy nem csak a bankok csaltak ebben az országban. Rengeteg csalás van. Rengeteg igazságtalanság van. Ahol nem úgy járnak el emberekkel szemben, hogy el kellene járni. Olyanokkal szemben is, akik nem tudják, hogy őket jól átverték. Nem tudják, hogy nekik több járna. Nem tudják, hogy nekik kényelmesebb élet járna. Nem tudják, hogy ő nekik szabadabb élet járna. Nekik is meg kell mondanunk, és amikor lehetőségünk van, hiszen azért nekünk is csak 24 óra egy nap, meg néha dolgozni is kell, hogy pénzt keressünk, ahol csak tudunk, oda eljutunk. Mi nem tűrjük azt, és az egyik legutóbbi akciónk volt, hogy magyar embereket egy középületből egy mocskos bajusz király kitiltson. Nem tudom, láttátok-e, még tévében is volt, amikor a képviselőirodaházból Kövér László a mozgalmunk szinte minden tagját ki akarta tiltani, hogy minket nem enged be. Eljárás, bizonyítás és védekezési lehetőség nélkül. Csak, mert csak úgy ő így gondolta. Most 20 ember ellen közülünk rendőrségi eljárás van folyamatban. Eddig már 5-en kapták meg a szabálysértési eljárásra, meghívott a beszélgetésre. De kiállunk ezért is. Kiállunk azért is, hogy az izraeli nagykövetség ne sajátíthassa ki magának a Fullánk utcát. Ugyanis ezek azt hitték, hogy az az utca, ami a nagykövetség előtt van, ez az övéké. Odáig fajult, hogy nem csak, hogy a bécsi egyezmény szerint, amit elfogadott Magyarország, sorompóval lezárták és autóval nem lehet bemenni, de ők úgy gondolták, hogy gyalog se. Na, mi nem ezt, így nem így gondoltuk. Hát ez is egy jó kérdés volt, lehet, hogy addig nem. Hosszú ideig küzdöttünk rendőrséggel, hatóságokkal, és elszántan újból és újból oda mentünk. Ma próbáljátok ki. A Fullánk utcán végig lehet sétálni, majd vissza is. Igaz, autóval továbbra sem, de ez azért van, mert elfogadtuk azt az egyezményt, ami még akár jogos is lehet. És ha végigmész, akkor ugyan bele fognak nézni a táskádba, hogy nincs benne robbanóanyag,
De végig mehetsz. Lehet. Nyugodtan. Odaállhatsz a követség elé, és lefényképezheted magad. De pár hónappal ezelőtt ez nem volt ilyen természetes. Az izraeli nagykövetség biztonsági szolgálata járkált az utcán. Mindenféle berendezésekkel. Például ilyenekkel, hogy esernyőbe rejtett kamera. Bázom? És ők döntötték el, hogy egy magyar ember bemehet-e a Fullánk utcába, a második kerületbe. Nem is tudott magyarul. Állítólag, szerintem tudott, de nem volt hajlandó beszélni. És ő állítólag diplomata útlevélre rendelkezik, tehát a magyar rendőr nem is igazoltathatta. De oda jöhetett és azt mondhatta, hogy Póka úr nem jöhet be ebbe az utcába. De mi ezt nem fogadtuk el. Magyarországon nagyon sok ember ezt elfogadja. Na, nem mehetünk be, nem mehetünk be. De mi úgy döntöttük, hogy ezt nem fogadjuk el, és visszaszereztük. A Fullánk utca megvan, nyugodtan kipróbálhatjátok. Nem fogadtuk el egy évvel, másfél évvel ezelőtt, hogy Orbán Viktor és társasága lezárja a Cinege utat. Ők azt hitték, hogy ha ők azt mondják, hogy a Cinege út le van zárva, oda nem lehet bemenni. Ezt sem fogadtuk el. És ezt is megnyertük. Ma a Cinege úton is végig lehet menni háborútatlanul, sőt egy hónapig tüntetést tudtunk ott szervezni, egy hónapig laktunk a háza előtt. De ezt nagyon nem akarták. Meg tudtuk csinálni. A Cinege útot, igen, menjetek nyugodtan. Orbán Viktor lakása. Tehát mi nem fogadtuk el, hogy ezt ő lezárja. Az egy magyar utca. Ugye minden magyar embernek be lehet jönni, mint ahogy Orbán Viktor is bejöhet az én utcába, a Pongrácz Gergely utcába, bár szerintem semmi köze hozzá, aki ilyen nevet viselő utcába, egy Orbán Viktor, ha zárul, ne jöjjön be. De bejöhet, ha akar, hát én is bemehetek a Cinege útra. És ez így helyes. De ez nem működne így, ha nem állnánk ki érte. És mi nem hagyjuk, hogy a bankok elvegyék a házainkat, elvegyék a földjeinket. Ezért harcolunk nap, mint nap. Van sorozatosan rendőrségi ügyeink. Csak tegnap kaptam egy 61.900-as csekket, meg egy 70.000-es csekket. Ilyenek miatt. De kapják sorba most már a többiek is. Most szóltak itt többen, hogy hány ügyben, milyen eljárások alá vonták őket. De nem ez számít. Az számít, hogy kiálljál az igazságért. Az számít, hogy ne hagyd magad, hogy ellenállj ennek a hatalomnak. Mert ha ilyen apróságokkal le tudják törni az ellenállásodat és a szarvadat, akkor örökre behódolsz nekik. Nem szabad hagyni, hogy ezt a gyilkos 256 forintos forintosítást elfogadják. 256. Nem azt mondta? 256. 256. Úgy gondolják, hogy ez nekünk jó lesz. És akik elfogadják, annak jó lesz. De aki nem fogadja el, aki ellenáll, aki mondjuk nem fizet a bankjának, aki megtanulja, hogy mit kell csinálnia, hogy így is megvédje a házát, annak nem lesz 256. Annak a bank kártérítést fog fizetni az okozott károkért. De aki elfogadja, az belsétál ebbe a csapdába. Az élete végéig adós marad, sőt még lehet, hogy a gyerekei is, mert addig bevezetik, hogy majd öröklik az adósságot is a gyerekek. De csak akkor, ha elfogadod. Ha nem fogadod el, akkor nem. És az első és legfontosabb azt elfogadni, hogy csak azt erőltethetik rád, amit elfogadsz. Ami ellen kiállsz, ami ellen harcolsz, az rád nem fog vonatkozni. Mert jogod van hozzá. Mert lehetőséged van rá, és ha jól belegondolsz, akkor kötelességed is. Az ellenállás lehetőség, szükséges és kötelesség. Köszönöm szépen!